6 együttes lépett pályára Nyíregyházán, a Filó foci csarnokban, a jubileumi adventi kupa kispályás tornán. Az országban egyedülálló rendezvényen egyházi és világi szervezetek képviselőiből összeállított csapatok mérték össze tudásukat. A kezdőrugást a korábbi NB1-es játékos Szekrényes András végezte el. Én római katolikus egyház közösséghez tartozom, és én egyházi iskolába érettségiztem 1965-ben a győri bencéseknél, és addig jelentkeztem annak idején oda, hogy ott volt NB1-es futballcsapat, és szerettem a Rábertől futballozni, és a gondviselés meg az élet úgy alakította, hogy valóban sikerült abba a csapatba játszanom, és aztán, amikor érettségit követően már aztán más, teljes más területre kerültem. Hát, mint a keresztényi életnek az egyik alapja, a vidám, a derű és a játék, most azt tapasztalhatjuk itt meg, hogy a történelmi egyházak, az önkormányzatok képviselői egy gyönyörű szép vidám vas, délután fognak eltölteni, és így méltón derűvel készülni a Krisztus eljövetelére. A tornát a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kormányhivatal csapata nyerte a Római Katolikus Egyházközség együttes előtt. A harmadik helyet a Református Egyházközség csapata szerezte meg, a negyedik helyen pedig a rendező Evangélikus Egyházközség együttese végzett.